Nos, this game's No, hát szervusztok, sziasztok, szeretettel üdvözlünk mindenkit. Ez itt a Let's És egyedi lapok, 83. rész. Wow, legutóbb 82-et mondtál. De tudti, hogy ezt most nem direkt csináltad. Nem, tényleg. A... <laughs> Igen, leg... 82.0, ezt mondtad. És egyedi lapok, 82.0. <laughs> Ah, hogy legalábbis úgy emlékszem. De 80 valahanyadik, az biztos. <laughs> Na mindegy, mindegy. Na, jó van. Hát igen, meg eléggé és nagyon igyekszünk utalni magunkat, bár most az utóbbi időben picit meg, meg, uh, megcsappant az idő, de nem baj. Haladunk, kezdjük velem. Ez te vagy? Igen, ezt én vagyok, ez meg a következő lap is én vagyok, Lord Ortegon. De, mi Ortegan, de miért De Ortegan, hát mert Orte. Ja, á, értem. E, ebb, ebből, -ebből, készültünk. Egy hetes Noxus lap, 5-5-ös, Overwhelm táft. Ha kidobsz egy lapot, aminek nagyobb a kosztja, mint az övé, akkor egy-egyet grentel neki. Amúgy ez egy egész jó lap. Ezt tudod, mi mellé jó? Sok minden mellé, de igen. A 8-as discard lap mellé van, a kosztjának kell... Nagy... Aha, az a, is? A, discard, Noxus discard lap. Hát ez egy syondek, be így, pif. A... Szerintem ez Sion most az, hogy az egy manával kerül vele, ott egy lap van csak, ami nagyobb, mint ő. Mert nem arra gondoltam, hogy Siont kell vele kidobni, de anélkül is. Hát egy discard mechanikához Igen, az egy a... overwhelm tough lap, ami 5 -5. Igen, de tehát a hetesnél nagyobb lapok, tehát nyolcas lapokat kell discardolnod. Ne, a a nem férnek azt vele ilyen értem, lapok. de az, az, csak a plusz egy-egy miatt kell, anélkül is jó. Hát, anélkül az az, az, az hét manáért nem rossz statok amúgy, de... Mm. Meg azt nem felejtsd el, hogy amikor lerakod, akkor ez ötöt ad hozzá Sionhoz, plusz amit kidobsz. E, igen, igen, én ezt értem, 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 de nekem Lehetne, a, annak, a, amiatt, amit mondasz, mi, tényleg valóban csak egy darab ilyen 8-os lap van, és nagyobb nem is lesz benne, lehetne 6 mana és négy 4, 4 ugyanezekkel a feltételkel, mert akkor már Siont is ki tudod vele dobni. Igen, és, és már és is akkor, és, akkor van. és akkor tudod indítani az engine akkor Aha. van két-három lap, amit tudsz játszott négy pörgetésre. Igen, úgyhogy amúgy király, de a ja, 6 mana, 4, -4 négy szerintem jobb lenne. Na és a másik a Golden Robin, Arany Robin. Arany Robin. De milyen jó is hajó, amúgy ezt képzelni. D&D-ben benne be rakjam. <laughs> Na, 60 a Bilgewater lap, 5-5-ös tattal szintén, azt mondja, Plunder, Plunderön kap Spell shield Hogyha elérted a dépet, akkor az összes ellenfeled kap sebezhetőt és mínusz két damage -et. Hát ez 6 man a ötötön? elég erős. A 6 per után elég erős, igen. Uh, nem tudom, hogy csak tudod, ez nehéz befitelni, mm. mert a, a, Grand Me Spell Shield az egy 5, -5 lapon Oké, okay, ilyet láttunk már Bundle City-be 5-4-es tattal 4 mana-ért lerakhatod. Uh, a Deep ability -e jó, csak mert nem tudom, hogy mennyire férne bele egy Deep Toss deckbe még 6 manáért egy olyan lap, aminek nem csökken a kosztja. Ja. Ja. Az a baj, hogy azt nem, azt nem tudom. Meg hogy ő, nem ő maga nem Deep, úgyhogy nem lesz 8-8. Esetleg ilyen TFS ultra rapid húzá, húzásos deckbe. Ott nem lehet rossz. Ja, a... igen, egy tényleg. Egy el tudom képzelni, <laughs> Végül hogy így... ha elérted a dípet mindenki megvédve. És a... oda a vulnerable nem rossz. Igen, 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 és azért mondom, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy amúgy deep deckbe ez hogy férne vele deep toss deckbe. Mert az ability amúgy tetszik, ez tök jó, csak ez nem ahhoz a paklihoz van, viszont a többihez meg picit. De jó, elég, lehet, ne, lehet, hogy nem. Tehát, hogy érted, nyilván a dípet most csak deep toss lehet elérni, de ha úgy veszük, és későbbiekben jön még a Deephez valami, ami nem az kell, hogy kitosszold a decked, és nem csak nautilus lesz működő képes a Deep, meg Maukája, akkor akár egy jó lap is lehet majd. Nem vagyok hogy ez fognak még Valószínűleg nem. De ettől függetlenül kísérletezni jó. Jó, még a Black bárkihez is hozzá nyújtani így van. két évvel később. Ja, és milyen jó lett most azzal a Landmarkkal amúgy? Hm, bizony. Na, úgyhogy hát nem tudom, igen, igen, amúgy broken lenne, de így, hogy amúgy nem fér be semmibe, így ilyen... Igen, ilyen... Ne, ne, vagy lehet, hogy befér, csak én nem látom meg, de nehezen tudom elképzelni bármilyen pakliban. Aha, igen, és lehet, hogy a Bench egy két módon be is kerültem. Easy. Na, és akkor nézzük a mai első csempet, Xinjiao. Xinjiao. Négy mana demácia, 3-as, 3-as, természetesen kvikkatak lap, <laughs> ö, azt mondja, hogy my, azt mondja, minden harmadik sztrájkom dupla damage-et csinál, dupla damage-et veret. Na most, ha judgment ezzel vele, akkor minden egyes unit egynek számít, amit, mivel, vagy mert egyszerre csinálja, vagy sorrendben fogja számítani. Ezt írjátok le kommentben, mert ez egy kibaszott fontos pont ennél a csempnél, mert rohadtul nem mindegy, hogy a harmadik strike-ot és mindenre ráduplázol, vagy minden harmadik ott is ráduplázik. Igen, és azt mondja, hogy I've seen Alive Strike 8 plus times. Jó, tehát kibaszott nehéz level-up van Négy manán tudod lerakni, és látnia kell, hogy 8-szor sztrájkolsz. Még Demáciában is rengeteg. Igen, az I have seen -t, azt lehet elvenném tőle, és dekben level Legyen 10, és akkor dekben level Aha, és deckben level és 10 nekem is ez volt a gondolatom, mert tényleg ú úgy, hogyha három élete van és négy manába kerül, ez kurvára nem véded meg te Demáciába, azonnal meg fogják ölni, ha csak a közelébe kerül a level hanem egyből. Igen. Itt, itt, itt én nekem egyből Targon meg Noxus jut mint másik régió, ugyanis a Double Damage Strike-oknál overwhelmet kell, hogy tudjanak, vagy pedig Surima, a tipik Demácia páros kombu. Ez egy Sivirrel teljes mértékben egy Chivira nem rossz, bár nekem meg Iunia jutott eszembe a Devil miatt, vagy Bundle City a, a, a Paper kell, Dragon miatt. Mert, mert, mert az tök jó, ez, 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 ezek tök jók, szerintem, viszont a másik kettő, tehát ott a spellekkel meg az összes többi olyan adni, sokkal egyszerűbb, mint azokat kijátszani, főleg, hogy most a Papercraft Dragon már hat mana. Jó, ez igaz, ez igaz, viszont a... Fist of Flurry, azt hiszem, Igen. az a neve, ami rá ad. Ami azt jelenti, hogy ha van egy Single kombatod vagy egy Concert vagy bármit, amit tudsz mellé játszani, akkor, vagy akár surimával de akkor nem tudod már játszani, ha igen, mert a Surima strike akkor nem férnek bele. Mert a Surimában van sok olyan strike, ami... Igen, a ami regyúszol, ti... ami víz, ah. meg, meg ott, ott van dinájod. Igen. Tutsz... igen. igazad van, Surimával jobb lenne. Na de, hogyha valahogy sikerült látni ezt a nyolc atakot, mi történik? Live Challengert challenger kap, ezt tetszik. Ugyanúgy duplát üt minden, és amíg támad, addig immun, tehát nem kaphat sebzést. Jó, én már egy picit jobban megértem a level Miért nehéz mert, mert ez, Mert ez így brok. Ha, ha ezt sikerül megcsinálnod, akkor elég erős. De igen, úgyhogy hogy támadáson immun, ja, az úgy, az úgy... Az úgy elég erős, de still nagyon sok nekem a 8 I've seen. Meg igazából most egy challenger kikadtak unit, oké, okay, nem lehet közben megalni, de inkább control mint... mint tehát nincs mert ha nem Noxus-ba játszod, ahogy mondtad. Szóval, hogy Az úgy... tök jó, hogy mondjuk attak közben a kill nem hatnak rá, tehát free tudsz koncertit sztrájkolni, single kombatozni. Ha, 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 van egy kicsi stat ezen a uniton, akkor konkrétan le tudsz darálni egy full boardot is akár ja. vele, egy atak közben, miközben kiúszod az atakot. Ja, bár akkor meg nekem megint beugrik Iunia Master yee hogy akkor a sztrájkok -ok miatt az is nagyon jó lenne, meg akkor jó sok damage tudsz rápakolni, csak akkor meg megint nincs izéd. Overwhelmed. Surimában szerintem többet tudsz. Surimában van egy egyes lennárk, ami, ami ha kijön, akkor utána az a 3 mana plusz 4-4 statot ad, perma, az rajta mondjuk azért, ez ne felejtsük el, az instant 7-7, ja. alapon 6, nem, alapon 7-7, utána meg 8-8, és ne felejtsük el, hogy ott van 4 manáért plusz 4 stat Plusz Igen. is Igen, ez igaz. És a, most már van egy olyan spell is, ami hogyha játszottál ki equipmentet a játék során, akkor a, egy manáért plusz két damage, vagy plusz két hp igen, 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 ez, igen, ez igaz. Ilyen abszolút sulimával játszanak. Egyébként igen, ebben igazad van. Na és a signature spellek, színzavazatak, két ally strike, vagy két enemy. Hét van a slow. Na de várjál, itt mondjuk, ez úgy néz ki, hogy a két unit mind a kettőt megüti, vagy egyet egyet ütnek. Two allies strike two enemies. Tehát két unitnak kell két targetet adni. Na jó, azt értem, csak hogy a két unit mind a kettő megüti mind a kettőt, tehát négy strike. Nem, 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 szerintem nem, szerintem, vagy, hát lehet. Ezt ma írjátok Ezt kommentbe írjátok le, mert nem teljesen, nem teljesen fix, hardcore, légy szíves, ezt tedd meg. Uh, és akkor a következő, az a ez leviattán. Ist, leviattán. Na végre egy deep lap, sea monster. Hat mana bilgewater, 6 ötös, hogyha őt kitosszoltad, akkor csökkenti a kosztját az összes elájt kopinak mindenhol egyel, ha deep vagy, akkor overvem. Ez egy királylap. Aha, ez egy királylap. Ez, ez, tök jó, balanszolt, tök fasza, mert ha nem tosszolod ki, akkor igazából azért drága, Viszont onnan, hogy deep vagy és lent van a Nautilus, akkor is két mana. És ha a Nautilus lent van, és ha sikerült már kitosszolnod ilyet, akkor mondjuk egy mana rakod le a hatot. Bocs, ha már akkor kilenc, mm -hmm. ö, 9 8-at. 9-8-as overwhelm lapot. Oké, okay, ez egy elég fincsi Simons, igen, ez, ezt, el tudnám képzelni egy deep deckben. Talán most így jobban belőle, be lehet picit, is, picit túl erős is. Lehet, lehet. Mind hmm. Mindegy, én adok rá egy kekszet, nekem tetszik. Adsz rá egy jó Aha, ez abszolút kex lehet, hogy lehetne 7 mana. Ja, legyen 7 mana, de egy kekszet megér, mert. Silph Strike. Silph Strike. Bundle City 4 mana slow spell. Grant an enemy round and recall me. Tehát, tehát egy ellenséges lapnak a kör végén visszamegy az ellenfelet kezébe. Ez nem jó. Ez slow 4 mana ér, ez egy nem jó lap. Igen, nem, nem, nem tudom, oké, okay, Bundle Cityben ez egy plusz recall opció, en csak csak enemire játszható ki, akkor már Ioniában ezt... van két fast recall, ami sokkal jobb ennél. Igen, ez, és ez így csak és kizárólag olyan lapok ellen éri meg, mint mondjuk Trindamér, Aurelion szól, ilyen kurva drága lapok. De azokra és de az, az, is az... csak a kör végén. Igen, tehát az atakot nem tudod vele Így van. És ha esetleg olyan régiót játszik, hogy meg is tudja állítani könnyen, mert slow és egy counter spell nulla manára juttok, úgyhogy Ez nem éri meg. Esetleg öt mana burst talán egy fokkal használhatóbb lenne, mert akkor, akkor is a kör végén hívja vissza, az a baj, ez, 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 a, ez a slow nem vagyok kibékülve. Meg a round and recall sem, nem. Ezek a az, a, az, a, baj, hogy ezek a round and lapok nem véletlenül, mert most is van vagy kettő, és senki nem játszik őket, nem véletlen. Igen, 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 igen. Nehéz, nehéz körüljük építeni, pláne hogyha az enemy-ét ne, nem, éri meg, mert nem, tudod, nem tudsz vele tehát nincs meg a kontroll hatása annak a lapnak. Igen. Annyit érsz el vele, hogy mondom, ilyen drágább unitoknál abból a körből átrakod a következő körre, hogy tudja használni ezt a lapot, de ha ez ott a körben történik, akkor már semmit nem érsz. Tehát ja. teszem azt egy trendöl V most a concurrent timeline zal hogyha trendöl, megfogod és visszarikólozod a hetedik körbe, hogy a nyolcadikban ne tudja még level up lerakja ott és a következőbe fogja. De nem Igen. értél el vele semmit, egy manát vettél el tőle. Igen. Úgyhogy ez, sorry, de ez nem jó ez a lap. Na, Na. Victor's Justice Fist. Így Ú, az van. <laughs> Így van. Ez te uh, itt meg a egyik streamem. Igen, igen, igen. Handel. emlékszem, emlékszem. Három van a Burst Ioni alap lett a bal Így van. Ugye bal? Igen. Azt a bal volt, De, igen. Ez bal, igen. Granten and ha te ad neki Quick attack, ha már van rajta quick attack, akkor Double attack és, arra, arra, Na, ez, ez... Ez kellően teljes mértékben próbál. Ez meg színzó mellé így, így már jó, már így már van overwhelmed is. Egyébként ez ugyanaz, mint a Flurry of the Face, csak ad a overwhelmed is, és egy manával olcsóbb. Ez egy az egybe ugyanaz alap. És nem véletlenül vitték föl négy manára a Flurry of the Face, nélkül Igen. Ugy, ö, nagyon tetszik, nagyon örülök, hogy ennyire broken lett a balkarom, de, de ez túl broken. Jó, hát mindig is ilyen broken volt a balkarod. Az évek meg a rutin. Igen. Na. Na. Twilight Bringer, The Twilight Bringer, um, Három mana a Targon, 3-3, három, három. daybreak triggered a next nightfall kétszer, Nightfallban refill-el 3 manát. Ez király, ez egy jó ez flexibilis egy, lap. Aha, meg érdekes is amúgy. Ez egy, ez egy elég erős lap, hát vágod, ez az Overwhelm lapot, ha lerakod utána, akkor konkrétan fölmegy az meg 7-ra, vagy 8-ra a damage-e. Ja. 8-3-as Overwhelm lap lesz. Olyan, ha meg van belőle nálad még egy, hat manán, akkor le tudsz rakni két unitot ingyen. Ja. Yeah. Mert lerakod előbb ezt, aztán azt a visszatölti a hat manádat, és utána még mindig, mindig jó vagy. Sőt, ha van hozzá egy rahunod, akkor meg teljesen broken. Igen. Vagy, azt a, vagy az a hatmanás, most már nem overvem, de overvem plusz statot adó ö, új Nightfall-lap, ami a legutóbbi pecsekkel jött. Az a 6, 6 os lap, amit ha leraksz, overwhelm igen. volt, akkor az összes többi lent lévő lapodnak, vagy nightfall lapoknak, arra nem emlékszem már, igen. Ö, plusz két, plusz 2 Ja, igen, 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 Az, Aphelios a... fegyvernek a beastje. Az, az, az. Ami na, az az es volt. Na, most Benji most... biztos tudja, milyen neve. Na most abból kettő, az duplán. Az is nincs. 9. körben mondjuk. Na. De amúgy szerintem ez egy teljesen jó lap. Validnak tűnik. Szerintem igen. abszolút kegsz gyanús. Lunari Marksman. Lunari Marksman. Marksman két a Targon, 2-2, Nightfall Remove tough from an enemy unit, és fated. Mm. Jó, ez, ez, egy nagyon, nagyon meta függő lap szerintem, nagyon kevésszer van az, hogy a tough feltétlen meta. Uh, az mentette meg számomra alapot, hogy két manás fated drop, tehát a fétidre legalább jól tudod triggerelni, a tough egy picit, nekem azt, hogy a toughot veszi le, az egy ilyen picit ilyen lesznek hangzik. Tök sokszor jól jöhet, de mondjuk nem ennek a régiónak, hanem ami kontrollból nem tudja mondjuk a távfot megölni, nem éppen Targonnak. Igen, viszont uh, annyi mentségére szóljon, hogy uh, nem lehet más. Tehát, hogy ha silence lenne mondjuk, vagy valamilyen keyword venne le róla, akkor, akkor két manáért ez nagyon-nagyon erős lenne. Hm. Tehát akkor drágábbnak kéne lenni, ami miatt a Nightfall már sokkal nehezebb amit nekem nincs vele baj, meg, meg illik az összeállítás. az Marksman látod, hogy kis tűk vannak a szájában, hogy tudja, hogy valami kis igazi kis szín, ami éppen be tudja lőni neked ott a pajzon, pajzson a, a résenek is a kis ja, nyilat, ami azonnal meg. Úgyhogy amúgy nekem tetszik a koncepció. Csak kevés Le, szituáció lehet, jól. Lehet, hogy mondjuk egy Kent blokkot csinálnék a TAF helyett. Hogy, hogy Kent blokkot ad egy unitnak arra a körre, vagy akár permába. Ez és a két túlerős két van a fétiden kent blokk, még akár egy körre is, nem, ahol az a lényege, de a fétid általában, hogy tudjál atakolni, és azt nem tudja levédeni. Hát, e -hát nem uf. tudom. Nekem az ott túl, túl erősnek tűnik. Mert még azt tudom elképzelni, hogy izé, lebénítja, és akkor az nem tudott védekezni. Hm. Vagy legyen akkor kent atak, és akkor már, akkor már okosabban kell használnod. Lehet, lehet. Jó, jó. Legyen, legyen. csak kent atak, és akkor mindenképp védekező körben kell kijátszanod ezt a lapot, hogyha hát, ki akarod használni. Az nem jó, mert akkor blokkolni se akkor tud. Blokkolni se tud, igen, 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 igen igazad van. Shadow Steers. 4 négy mana slow spell, Ionia instant, megint csak summon to Shadow Fiend. Ne. Ne, ez alap nem jó. Miért? Az kétszer négy demi, az 8 demi, az asztal. Igen, és van egy négyes lapod, amik vikattak négy-három, és csinál neked egy ilyet, és csak egy manába kerül az alap. Igen, de az csak egyet csinál, és vedd bele, hogy a másik, a két live szíles, az meg öt a ugye Linges, ugyanilyen ez fel az öt manába kerül. Ez négy mana slower, nyolc dev is az asztalra. Ez egy jól, ez egy jól irányzott agro zeddekbe megcsinálva, ez, ez, ez teljesen brók tud lenni. Ez gondolj bele, lerakod körben a, körben a lapokat az els, els, első három körbe, negyedik körbe kihúzod ezt, és kávé beütsz húszat. Végül is. Nem mondom, hogy, 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 a, 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 t -t -t, hogy ultra ultra kellene vagy ilyesmi, de ezzel a lappal mondjuk az, hogy tudsz két blokkoló lapot csinálni, hát a a két darab ö, hallowed unitos is három van a szintén. Ma ez igaz. Már jó, de... Ja, végül is igaz, mert az amúgy meg akkor 3-1 a két unit. Igen, hát ez 2-4-2-es lap. Rá, igazad van, igazad van. Ráadásul Ionia, úgyhogy tehetsz még lesz, ne femeled abba a körbe esetleg, ha még maradt marad rendes manát. Marad. Konkrétan meg tudod állítani az összes lapját, ami ott van le. Igen, és utána még tudsz húzni egy atakot. Igen, 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 igazad van. Teljesen igazad van, úgyhogy jár is értelkex. Outward Navigator. 4 oh, wow. mana, Targon 1-4 és amikor kijátszott húz egyet, szuper, engem már megvet kilóra, igen. szuporton ad egy egyet minden egyes invókére, amit kijátszottál ebbe a játékba. Úristen! Oké. Okay. Ezt nem gondoltátok át, hogy ez kibaszott broken. Igen, ez, igen, nem, igen. ez nem erős, ez broken. Minden egyes invó amit kijátszottál a játékba. Hát Zoe instant, ha, amire ezt le tudod rakni, már két-három invókot megcsináltál. Az négy ja. négyet ad Atakon a supportot unitjának. Ja. És ha már zoe beszélünk, az azt jelenti, hogy ötös elúzív Zoe-val igen, mondjuk ez tényleg erős, így főleg, hogy húz is mellé még egyet, tehát még kaphatsz valamilyen válaszlapot. És 4 hp van, úgyhogy egyáltalán nem könnyű megölni. Mert ha csak gondolj bele a, a, a 2 2 grentelő gemes support lapra, aznak egy-egy élete van három manáért. Ráfújsz, azt meghal. Jó, de mondjuk az grantel, ez meg give arra a körre. Tehát az grant, ez meg give. Oké, okay. értem. Értem. értem! Én értem, csak ezt kiátszhatod a tizedik körbe is, mert addigra még több value lesz benne. Szerintem ez úgy, úgy lenne egy picit jobb, ha még invokolna is. Igen. <laughs> igen. Igen. és hogy kap is egy broken Na! The Night Cat. Hmm. Rogue. Rogue, wow, ez a rugó, az új kulcs, új, új, új kulcs Nem kulcs ez... Vagy fajta. Fajta, igen. Oké. Okay. Egy mana. Noxus 1-1, ha kiátszod, akkor ad nekiket. Csak így, kiátszod és kap 2-t, kettőn, hát akkor miért nem 3 -1? nem, Azért, mert vagy quick ja, mert, ja, mert ja, end quick attack, vagy... Ja, értem, vagy két HP elúzív. És a két HP elúzívnak mi értelme van? Mert két HP elúzív... Hát, hogy uh, nem ne tudják megölni, mikor elúzívba támadsz vele. Hmm. Mert a quick megvan az opció, hogy még egy egyes burst spell vagy bármit rájátszál, vagy uh -huh. kettes, hogy növeld a damage-ét, hogyha védekeznek ellene. Ha plusz kettővel tudsz te izé play után blokkolni az elusive nem igazából ha egy-egy marad elusive akkor meg túl gyenge. Csak az, hogy három HP és elusive de amit tudsz buffolni egy manáért, nekem meg az sok. Nekem tudod, mi jutott el szembe most erről alapról, meg erről a leírásról? Hogy tuti, hogy Nórával ezt idéznéd le folyamatosan. Egy-egyen, semmi nélkül. De úgy, azt az random rig renteli, vagy a három közül válasz? Szerintem, te, ne, hát kettő közül választhatsz. Van egy csomó ilyen lap, a Right of Negotion. ez kettő közül választhatsz. Igen. igen, hát igen, vagy kettő kettő kvikatak, vagy két HPL. nem rossz. Nekem olyan me egyébként. Én nem, nem, érzem azt, hogy ez így noxus így kéne. Hát mondjuk én, nekem azt, hogy egy három egyes, a, az elúzív részét én el is mert a noxus az nem fog kelleni. Ami nekem, ami nekem -e tűnik, az az, hogy ez megint egy olyan egyes drop, amit hogyha amúgy szereted levédeni, mert van olyan dekeket játszani, amiben mondjuk az ilyen Köcsök párit meg tudod állítani, ja. mondjuk az első körben le tudod védeni a lapot, uh -huh. stb. Akkor innentől nem tudod, egy 3-1-es lappal, ha szeretnéd ezt a 3 damage-et levédeni, akkor a következő körben ja, megint ez nincs ez mondjuk párit nagyon erős ez lenne, Ez egy, pá egy párit agró deckben amúgy kurva erő. Bármilyen agró deckben, amiben noxus van, ez egy erős uh -huh. lap. Egy Egy jó egyes es drop, egy csomó egyes es dropot ki is lehet cserélni rá. Igen, És nagyon fontos, ugyanúgy 3 damage, mint a kenblokkos, blokkos, csak ezt tud blokkolni. Uh -huh. Igen. Sőt, ha blokkolásra vagy szorulva, akkor még két HP-val még meg is tudod fogni akár az agrót. Igen. Ja, ez egy kekszes lap szerintem, ez elég. A mondom, a, 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 a párit agró meg az agró kapcsolódóan kurva erős szerintem. Jó. Na, mondta Peti, hogy ő még tervez pár ilyen róglapot csinálni, úgyhogy nézzük is meg a következőt. The Recruiter, Overwhelm 2, Mana 2, 3 és húz egy rúgót, vagy rógot, rúg, amikor kijátszod. Ez teljesen jó. Aha, oh, ez, 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 ő abszolút megérdemelje a szóval egyébként ezt így el tudom képzelni, hogy ezt így megcsinálta a Riot. Igen, meg, te meg, ez, meg ez mondom, tehát spellekkel szintén az overrun, egy 2-es, 3-as overrun lap, hogy Noxusnak az kifejezetten a jó, hogy jönni fel, hogy egy manákért, meg két manákért tud plusz 6 damage feldobálni. Igen, és ez is nagyon megítlette meg most a dnd met úgy simán el képzelni ezt a karaktert, le is lehet izé modellezni és kinyomtatni 3D-be, ahogy állottak is, hogy hívják be és adjak veszteket. Ez egy sima egyszerű tiefling, ez a keci jól néz ki. Amúgy ah, nem rossz, igen. Na, következő, The Night All. Ez is rúg, és amikor summonolod, akkor kettőt üt egy nem sebzett enemire. Last breath create a ravenous flock in hand. Fúj. Ez a kedvenc lapod lesz. De nem, summon 3 a 2, 1, 2, 5, plusz 2, 2, 1, 1, 1, és van látod lesz ez erős, túlságosan is erős. Három manáért ez túl sok mindent csinál. Igen. Bár nem, há két manáért lenne túl erős, három manáért már lehet, hogy nem rossz, de azt hogy mondjuk túl damage... Az a baj, hogy az, a, az, a two, az, a, az a két damage egy non damage, de nem ére, az halott Nora, megint halott Ezreal, halott, Elmondom hát, akkor, halott hogy... csempek három manáért. Igen, de most elmondom neked, hogy ez miért túl erős. Feljordban van két manáér az alap, amire szerintem tudat alatt gondoltál, ami hármas egyes, és egyet üt egy unitra. Igen. Na, ez kettőt üt a unitra, és amikor meghal, akkor csinál egy flokkot a kezedbe, tehát hatot tudsz odabaszni bárminek. Ez nem csak halott Nóra, ez halott minden csemp. Ez izével játszanám, ez Shadow eyes játszanám, az biztos. Meg Megfognám kiütnem a damage-et, kilenen egy draw to, igen. Pontosan. Húztál két lapot és megöltél. Hat, valamit. hat manából megöltél egy bármilyen csempet, úgyhogy van két lapod. Undorító. Ez Ez, ez, igen, ez abszolút broken. broken. lett. The Night Wolf. The Night Wolf. Oké, okay, ez is egy rogue. Firszám, 4 mana, 3-2 Noxus. Verem, Summondai, Strike the... Strike the all... Az összes undamaged enemy -t. Mi? Ez szintza, hogy instant level abból, hogy a teljes borja van. Igen. Csak mondtam. Várj, 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 várj. Tehát nem egymás sztrájk. Nem, ő sztrájkol mindenki. Hát aki undamaged. A végére Peti picit megszaladt. Nem. Viktor meg lefagyott. Nem. <laughs> nem. nem. Igen, ez, te, ez, ez túl erős. Főleg úgy, hogy három, mert még ha egy ütése, még ha egy damage lenne, vagy max kettő, azt mondanám talán, de három. Hát a négyedik körig hagyom, hogy üsse a Nexusom az agró, lerakom és megölöm mindenét, aztán megbaszom. Velem summon a strike the... Hát Képzeld már hogy csak egy handbuff, de csak bármi, Ioniában berakod, csak, csak fel, a hát, Bá, vagy bárd mellé. És a legjobb, hogy ez nem skill effect, ez megtörténik. Ez megtörténik, igen. Nem, ennek a lapnak nem szabad szóval létezni. <coughs> <coughs> Vágod, tehát négy mana! Hát, Eddig tök jó voltak, de hát ez hova szóval gondolsz, ember? Hát mondom, a Night Owl, hát ezek az, ezek az éjszakai állatok, ezek így eléggé elvadultak. Na, a bosszú álló. Na nézzük, Overwhelm 4, 4 szintén Noxus, hogy azt mondja, hogy play Grand Maid plusz egy, jó? Tehát ez jó! Plusz egy, plusz egy, for each ally rogue died this game. Ez jó! Ezt lehet ez, ez jó. Ez, a rogue manikához teljesen Ez, ha, lehet. Ha, ez ha nem jönnek ki a lapjaid, akkor 4, 4, 5 van, elérme, De egyébként meg egy 2-3 halál utánam úgy fasza, és be kell áldozni az, ahhoz azokat a lapokat, úgyhogy... Meg hát ne felejtsük el, hogy die this game. Igen. Úgyhogy mondom, Shadow a tökéletes, Harrowing, etc. Revive, kill a revive Aha. Oh, ja, 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 ja. Shadowizer, az a rogma, nekem egészen, egészen szimpi lenne, csak azt a Nightwolfot felejtsük el, vagy vagy vitt föl 10 manára. Igen, az, az úgy egy kivégző lap kéne, de, tényleg egy ilyen 7-8 manán jobb lenne az alap. Hát gondolják meg, a Pike nem ilyen broken, bas meg, hogy hogyan level a igen. Én, lerakod és ha, ha, esetleg még megállítható skill van, csak az nem marad róla, még akkor is túl broken, négy manáért, de... Ja, mert egy counter spell még mindig csak négy manáért fogja meg. Igen, vagy egy right of de amúgy... Meg a skill van, akkor meg tudod ölni még a lapot egy mondjuk egy single combat tal de azt, hogy lerakod és instant megtörténik. Ja, vagy rá tudsz frostbite olni és akkor szart se ér. Igen, igen, ha skill, akkor, akkor... Ha úgy gondoltad, hogy skill, akkor még vannak-e opciók arra, hogy megfogd? De akkor is túlerős. De akkor is négy manáért túlerős, igen. Igen. Na, hát lássuk Graves. -t. Graves, na! Graves quick attack, meglepő, 3-as, 2-es, Bilgewater champ, azt mondja, amikor megidézel, vagy kör elején, ö, ha nálad van az attack token, akkor csinál egy smoke screen t a kezedbe, nem néztük meg, hogy mitől level up-ból, meg! Mert megnézzük, mi az a smoke screen. A smoke screen, azt mondja, Given enemy can't block this round, Jobb! Tehát gank ad neki, és plusz, és egyet csinál, nullá. ez amúgy Ez amúgy teljesen faszán össze lehet rakva. Na, mitől level up-ból? Ha a 12 damage-et kiosztottál spellekkel, skillekkel. Egy jó Annie water. Már most, hát vagy izé... Az is fincsi. Jean water. Jean water. És ez erősebb szerintem, mint Annie. Sokkal. Azt mondja, hogy Krikatak szintén 4-3, bennem Summon, a Round Star. Oké, igen, Smoke When you cast a spell or skill, I deal one to the enemy Nexus. A faszomat az deal elé a Nexusnak. ez a Plunder deckekben is Instant Plunder, akár hányszor izé kihúzol egy spellt, amikor ez a féreg. Hát, Három manába kerül. Na mindegy, nézzük a Signature spy Partners in Crime, TF. Oké, deal Azt mondja, kettőt sebez bármire. Hogyha van nálad egy Grapes vagy Twisted Fade, hármat üt helyette, hogyha nálad van mind a kettő, négyet. Jó, ez egy egész ah, jó. fel. Mondjuk, nem, 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 mondjuk nem. Nem, nem. Bocsánat, de... A hirtelen váltás! Nem, de, nem, három mana nem ne üssön nekem semmi négyet a Nexusomra. Az öt mana szlóba kerül, és az úgy is van jó. Ja, még anything, még, tényleg. Még, 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 még úgy is brók, de nem. Nekünk. Legyen unit. Igen. Legyen igen, csak csak unit, Legyen igen. csak unit, mert, mert négy damage-en exit tudom, hogy ennek a feltételeznek meg kell felelnie, de nem. Hát, meg azért, érted, ha egy Graves vagy egy Twisted Fate van lent, már pedig az annyira nem vészes, és ez Signature Spell, úgyhogy azért... Ja, akkor is hármat rá tudsz ütni a Nexusra. ra Három yeah. mi meg a GetX és itt nem kell kidobnod semmit. Úgyhogy ja, unit legyen csak, és akkor szerintem jó. Ja, de nekem maga a csemmi... Vagy follower. Lehet, én gondolom, hogy nekem az egész csemp picit erősnek tűnik. Szerintem nem, csak nagyon gyűlöd a, 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 ezt, a, ezt a stílust, amit képvisel, mert egyébként annyi, annyival nem erősen. Tehát most mielőtt 12 skill-el damage kell kiosztanod, azért az nem kevés. Tehát Enine, most hiába nézel, hogy két élete van. Eninek tizet kell látnia, és őt is Bár meg miért, lehet látni, állítani. Bármilyen látnia kell. Tehát, hogy, Mondjuk látnia kell, ez Hogy igaz. azért, azért két HP-t nem olyan nehéz leszedni három manától, hogy ne? ez gond legyen. Ebben igazad van. A smokescreen nekem nagyon tetszik, szerintem ez kurva jól össze van rakva ez alap. Tehát ez... Ken Block oké, okay, kellemetlen, de... egyetük csak. Mondjuk ez... Na mindegy, um, level igen, azt elismerem, level már egy picit erős, mert amikor kasztolsz egy spelt, és itt nem a körelején van írva, mint a izénél, é, van. vagy hogy körönként minden egy, formodik. hanem minden, igen, hanem minden egyes fel, ami viszont már egy picit túl erős, ezt aláírom, főleg, hogy ugye csinál minden kör egy smoke screen ami azt jelenti, hogy instant úgy kezdesz, hogy nulla van egy, ráütsz egy unitra egyet, ami can't block, és ráversz egyet a nexusra, ami ha mondjuk egy Tibókat még belejátszottál, mert mondjuk én ennyivel játszanám abszolút, akkor ilyen 7.-8. körben azért már kettőt versz a -ra minden egyes skillér, amit kijátszol, tehát elég behúznod a támadást azokkal a skill-es unitokkal és rip. Úgyhogy, ja. Aztán TF piros és vége a játéknak. T vagy, vagy egy TF piros és, és vége a játéknak, így van. Uh... Én azért adok rá egy kekszet. Mert nekem nagyon tetszik a koncepció, és egyébként ügyesen összerakta Imi, Tehát, egy alak, amúgy, amúgy, tényleg nagyon jól össze lett rakva. Egy minimális balansz a, a Signature spay és a Level up verzióján elfér, de egyébként szerintem nagyon-nagyon szép munka. Na, új keyword. keyword. Recurrent. <köhem> Amikor revivalsz egy unitot, minden allied unit, amin ez van, kap egy-egyet. A kezedbe vagy a bordon. Tehát, ha van egy recurrent... De bocsánat, amikor recurrent unitot revivalsz, akkor minden unit a bordon és a kezedbe kap egy-egyet. All allied units with recurrent granted plus one plus one on the board and you... Nem, csak a recurrentek kapnak plusz egy plusz egyet. Wennyi revive, a unit? E, ja, igen, unit. igen, igen, akkor jó, akkor először mondtam előtted. A Recurrent-nél minden egyes revive után, bármit revive a Recurrent-tel, keyword -tel rendelkező unitok egy-egyet kapnak a boldon és a kezedbe. Jó, ez király. Ja, ez, ez nem rossz. Ez, ezt el tudom képzelni, hogy játékban lesz. Na, Harrowing Terrorbringer, Az Jesus. Igen. Azért portál fejű. Portál na, fejű. Na nézzük, azt mondja, hogy Recurrent 4-5-ös 5, 5 manás Shadow Eyes drop, ha leraktad, vagy pedig fölélesztetted, akkor egyet sebez az összes unitra. Oh, De, az összes ellenséges unitra. Ez király. Nekem ez nagyon tetszik. Uh, ez tényleg... tényleg gondol... revive itt ez nagyon fincs. Hát a late igen. Igen, 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 igen. És ez, ez elég Sőt, mert tudod Lerakod, megölöd és azt oh, az egy lapot felkelted... kilencedik körben ez 3 damage mindenre az ellenfélnél és két unitod van lent. Igen és a... Plusz, plusz a következő, az ugye amit fölélesztesz az buffolt lesz, mert ez buffolod. Mert ez bufolja őket. Ezt játszanám Tibulka. Ezt is, ezt is Ez igen. Igen. Ez, ez elég fincsit tudna igen, 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 ez Tiborka a para lenne. Mert ez a kombó, amit most mondtunk, ez 9. körbe fixen board vagy bármilyen van. Igen, igen, nagyjából Főleg, igen. hogy nem spell vagy skill megint, csak ugye spell shield csak fogja meg. A Tibulk miatt a tap is nehezen éli túl. Ja, ez... ez na, szóval és akkor még szóval. Noxus nem, mindig ott a flock. Ja, Ja, ja. Szerintem az jó, tetszik a keyword, tetszik a hozzá. Úgy Van le, egy Tibuk, igen. lejátszol az egyik azt a, azt a roglapot, ami ez mindenre, és ha bármi túlélte volna azt a roglapot, akkor lerakod még ezt. Ja, és te amúl... támadsz 30 ponttal. Ennyi lassan összerakunk egy deket, csak ezekből a lapokból? <laughs> Igen. Uh, úgyhogy olyat kéne majd csinálni. Király lenne, amúgy igen. Írjátok meg, kommentben, hogy szeretnétek látni, hogy csinálunk egy 40-lapos deket, csak azokból a lapokból, amit tiraktatok össze. Uh, az mondjuk, masszív lesz. Nem baj, király lesz, az biztos. Igen. Mondjuk jó, most már van elég alapanyag, úgyhogy szerintem bármelyik össze tudunk szedni 20-20 mm -hmm. lapot talán. Bár jó, oké, rendben legyen. Nézzük meg, írjátok meg, ha szeretnétek ilyesmit. Ez kap egy kekszet, mert tetszik. Aha. Na, Stardust Weaver. Jó, 60 a Targon Fated Fury sárkány. Bencsi csinálta, és csak? Igen, Oké, okay, rendben. Daybreak-en húz egyet, nightfall egyel kevesebbe kerül. Hmm. Hmm. Nem tudom eldönteni. Nem tudom eldönteni, hogy jó-e vagy nem jó. Én, én azt mondom, hogy nem lenne a fétid miatt nem rossz, én igazából azt mondom, hogy a Daybreak ability -e is még használható néha-néha, de én azt mondom, hogy szerintem őt egy ilyen fétid deckbe max úgy tudod beilleszteni, egész jobban be tudod illeszteni szerintem, mert akkor fogod, kiátszol egy másik fétid lapodra egy buffot, és öt manáért lerakod ezt a lapot, aztán meg elkezdesz okay. buffolni ezt, és a Dragon Fury miatt el, el tud kezdeni húzni az elég yeah. erős a fétid lapoknak, a balance balanced. Balanced, azt mondod? Legyen így. Shades of the Order. 5 mana, Ionia, Elusive, Quick Attack, 5-5-ös, nem lehet kijátszani, hogyha strike-ol 4 vagy Micsoda? When you strike for or more, wow. shadow fiend pay my cost and summon my... Ja, hogy a shadow fiendek... Ö... Re fog De... majd leidéződni. Aha. És utána a permába ott marad. Ja, you strike with for or more shadow fiend, ha értem igen, jól. Tehát igen, én, igen, igen, vagy attól több shadow kell támadnod a körbe. Mondom én, hogy lassan összerakunk egyébként a lapjaikból egy Igen. <laughs> Jaj, akkor, akkor, úgy, mint járvány lesz szummonolja. Igen, 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 Akkor, mm. akkor kiátsz a és ott ma ráér egy És a kör elején was. szummonol egy Shadow Findet. Szerintem ez alap nem jó. Túl, ne? túl körülményes kiátszani. Lehet. Tehát most gondolj bele abba, oké, rendben, magától jön le, hogyha megvan a manakosztod, de mikor? Kör elején, kör végén, amikor triggerelődik, amint van elegendő manád. Tehát, hogy érted, a járványnál tudod kontrollálni, hogy oké, van hat manád, van a kezedben, van támadsz, és kiugrik. De el tudod költeni a manádat, hogyha nem az a legjobb döntésed. Itt most ebben az értelmezésben, amikor ennek megvan a lehetőség, hogy kiugorjunk, vagy kiugrik, ilyen. bocsánat. Tehát, hogy... Mert hogy egyszerre négyel nem fog sztrájkolni, szóval, hogy... Vagy a következő sztrájk nálam, akkor ugrik ki, de akkor meg már nincs értelme, mert az atakot kín van, úgyhogy atakra se tud beugrani. És az, hogy körelején csinál egy shadowfindet, hát most ez jó lenne akkor, hogyha egy másik lapon lenne, ami ehhez triggereli. Igen, igen. Rajta már, rajta már annyira nem hasznos. Egy picit nekem is körülményesnek tűnik most főleg így, hogy elbeszéltük. Ja, ja igen. Van egy picit pontosabb megfogalmazás kell, hogy mikor fog kijönni ez a lap. Egészen pontosan. Igen. Uh, tehát triggerelik egyből a négy nél, a tatak után kijön még a védőkörödbe, hogy hagyják megölni még a kül, hogy a... tudnál támadni a következő körbe. Uh, ja. Igen. Igen, meg azért mondom, Shadowfind, oké, okay, szuper. Mondjuk, az azt, hogy szumonolja a Shadowfindet, tehát a, de a borsra, az, borsra rakja. az király. Ja, azt mondom, hogy nem rossz, de sokkal hasznosabb lenne, ha ez egy másik lapon lenne rajta, mint egy support lap, mondjuk három manától, és akkor tudsz vele játszani, érted? Aha, mint a, lap nekem magában kifejezetten tetszik a design. A, a design meg a zárt, az árt, az kurva jó, ez, ez tény, de ez sajnos ezért nem érkeksz. Invasion veteran. Invasion veteran. Mm. 7 van mana, Ionia, Quick Attack, Hogyha blade dance akkor ő is támad a blade és becsellenge a leggyengébb unitot. When you dance, I attack with the blades and challenge the Ezzel tudod, mi a baj? Ha. Ezzel az a probléma, hogy van már egy ilyen lap, az az elúzív. Igen. Ami 8 mana, 3-8-as, és ugye mindig támad a blade -ekkel. Az, jó, azt azért nem játszák, mert csak hármat üt. Bár most pár deckben már láttam, de mindegy. Én nem. Öm... de ez de damage ez így broken. Tehát ezt lerakod a hetedik körben védekező a körödbe, utána a nyolcadik körbe, hány darab Blade os csinálni, még van lent egy iréliád hát, meg is. Meg is van, meg ilyenek. Tehát, hogy, uh -huh. hogy, le tudod takarítani a bordját a Blade Dance-ek miatt úgy, ez kint van, és ez semmi nem fogja megütni. Jó lehet rikolozni, meg lehet ölni, persze simán vannak rá kontrollok, de... De rengeteg de meg De ha a nyolcadik az... körben ki kell mennie mondjuk egy 6 hét manádnak arra, hogy ezt a lapot visszarikolod egy az idéri ellen, aminek még ott egy full bordja ezen kívül. Igen, úgy hogy, úgy, hogy, még majd mennek az atakok, az nem, az túl, ez túl erős így, Tú szerintem. Már csalód, igen. Igen. szerintem. ez egy túl erős. De mindjárt meg is nézzük Absolute Broken. Ja, hogy Benji tuningolja a Blade Dance és a, Á. a, a már mert hogy, hogy játszál vele. Na hát reméltem, hogy Jászmin az egy izé lesz. Reménykedtél benne, hogy surima lesz Jászmint? Igen, mert a lapot, de jó, akkor ezzel zárunk? Én, uh, igen, ő, ő lesz most az utolsó koncepciónk mára, viszont én szeretnék tőletek kérni valamit, csináljátok már meg Aladint is, ha már megcsináltatok mint Viktornak, úgyis az a kedvenc meséje. Ezt akartam mondani, ebben A bárki csinálta a lapot, nagyon beletrafált, mert az Aladin a kedvenc ilyen, ilyen Disney mesém, úgyhogy... Tehát én úgy szeretném, hogy legyen benne a Gin is, az rólam legyen mintázva, Viktor meg legyen Aladin. Nem, én Jafar akarok lenni. At Vagy Jágó. Yeah. Kajak, te akarsz Jafar lenni? Hát akkor te lehetsz maximum. <laughs> Jó, hát én, én Jafar is leszek, de halt a genie az király. Akkor én is akarok lenni, Jágó. Jágó? Na akkor szeretnénk kérni egy gin, egy Jafar, egy Jágó és egy Aladin lapot, az négy darab. És ebből és Robin a Jean, én a Jágó. Igen. Vagy így, a szőnyeg. Így, és ha ez megvan, én azt mondom, hogy most mint nem nézzük meg, hanem azzal együtt meg fogjuk csinálni egy ilyen kis külön mini Egy külön mini résznek. Jó. Jó, úgyhogy ez, ez, ez itt már a... Az egyedi lapok, Invasion Veteran Broken, úgyhogy Broken-nel fejeztük be a napot. Ne felejtsétek el, hogy csatornatagsággal meg tudjátok nézni, ahogy elkészül a videóm, egy ilyen 3-4 nap, akár egy hét, ahogyan haladunk vele. Ez minden két hetente szerdán jön mindenkinek elérhetően az egyedi lapok, és Discordon pattintsátok tovább a lapokat, vagy ha nincs kezdetek lapot csinálni, Benjinek, Petinek, Krisztárnek és Iminek nyugodtan pattintsátok az ötleteket, mert kurva lapokat szépen, csinálnak. És ne felejtsétek el, mert, hogy most is látom, most is a lapokat Igen, a éppen, éppen, készülnek a lapok, halló! Itt látjuk az ötletelőben, hogy éppen készülnek a lapok, úgyhogy keep up the good work, kösz is rácok, sziasztok. sziasztok.